Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt a Jánosháza hétvégi mérkőzésének összefoglalójában. A 20. fordulóban a Jánosháza a Répszebő egy SK Bő otthonába látogatott, és egy döntetlent követően kellett javítani a csapatnak. Egészen a 36. percig kellett várni az első nagyobb helyzetre, amit a hazaiak végezhettek el szögletből. A beadás követően odapattanik a hazai játékos elé a labda, aki nem kegyelmezve 1-0-ra módosítja az eredményt. A középkezdés követően egy nagyon rossz helyen eladott labdával iramodhatott meg a hazaiak támadója, akik több embert is kicselezve 2 gólos előnyre tesz szert a hazaiak javára. Az első félidő pedig 2-0-ás hazai vezetéssel zárult. Az 51. percben Talabi Rákos verekedi át magát több hazai játékoson. Egy nagyszerű passz kiosztását követően Vágusz Patrik szerzi meg a Jánosháza első találatát. A 76. percben szögletrugással készülhetett a Jánosháza. A labda pedig jól tekeredik befelé, és Tóth László megszerzi a Jánosháza második találatát. Alig 10 perccel később a hazaiak jöhettek jó helyről szabadrugással, amit sikeresen gólra is váltanak, ezzel ismét náluk volt az előny. A 87. percben újra a Jánosháza jött ez szöglettel, amit Vágusz Arnold nagyszerűen be is csúsztatott, így 3-3-ra kiegyenlít a Jánosháza. A 92. percben ismét a hazaiak jöttek támadással, de szerencsére a lövés követően csak a felső lécet találják el, így az állás továbbra is 3-3 maradt. A hosszabbítás 3. percében Balog Patrik ívelte előre a labdát, amit Vágusz Arnold nagyszerűen meg is csúsztatott, de a hazaiak kapusa óriási bravúrral tudott védeni. Így maradt a döntetlen. A hosszabbítás 4. percében ismét a Jánosháza szöglettel, amit egy jó beadás követően sikerült is gólra váltaniuk, de a játékvezető végül nem adta meg ezt a találatot, így a mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult.